Azt hiszem, hogy az állatok betegségéről, valamint arról, hogy az állatok betegségét hogyan tudjuk kezelni olyan embereknek gyártott táplálékkiegészítőkkel, vitaminokkal vagy hatóanyagokkal, erről még nem beszéltünk. Lehet összefüggés. Igen, de nagyon sok esetben tapasztaltuk azt, hogy azok a étrendkészítők, gyógyulma kivonatok, flavonoid kivonatok, amiket emberek használnak, azok az állatoknál is ugyanolyan hatékonyak. Sőt, például egy gyógyszeri válás során, hogy végzik a kutatásait a különböző hatóanyagoknak, akkor az in vitro, tehát a laboratóriumi kísérletek után mindig állatkísérleteket kezdenek. Tehát, hogyha állatoknál valami nem működik, akkor abból soha nem lesz emberi kísérlet, nem fogják engedélyezni. Kiindulhatunk abból, hogyha valami embernél hatékony, az állatoknál is hatékony. Tehát ez egy elég fontos összefüggés, és ezért például olyan gyógyulma kivonatokat, amiket például használunk, ízületi gyulladásra, azt nyugodtan lehet használni állatoknál is. Vagy olyan gyógyulma kivonatokat, amiket használunk ekcémára, belsőleg, azt használhatjuk kutyáknál is. Ezt saját példámon tudom, hogy az egyik kutyám még 10 évvel ezelőtt nagyon súlyos ekcémás betegségben szenvedett, és gyógyulma kivonatokkal gyakorlatilag 2 hét alatt teljesen egészségessé vált a kutyának a szőrzete. Tehát nyugodtan lehet használni azokat az eszközöket, amik az embereknél beváltak, az állatoknál is. Ha velünk maradnak, akkor néhány perc múlva kiderül, hogy mi az az állati tevékenység, ami kifejezetten hatásos lehet az emberi egészségre.